Közös karácsonyi ünnepséget rendeztek Legyesbényén december 16-án. Lenyelné búzita. A település polgármestere kiemelte, hogy mindannyiunknak az a küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a körülöttünk élő társainkban. Nagyon nagy erre az igény. Sokakban nem is tudatosul ez a reménytelenség, csak rosszul érzik magukat. Elég nagy az űrzavar. Itt vannak az évvégi zárások, az ünnepre való készülődések, de mégis az ünnep közelette egyre nagyobb fénnyel világít ebben a sötétségben. Várjuk a karácsony megérkezését, csendességét, még akkor is, ha nincs kivel megosztani ezt a napot. Mi lehet mégis a titka? Az, hogy megmutassa a szeretet útját, megváltsa életünket. A szeretetet nem lehet ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni. A szeretet úgy jön létre, hogy ráeszmélünk, hogy szükségünk van egymásra, hangsúlyozta a település vezetője. Az eseményen felléptek a legyesbényei óvoda gyermekei. A Zalai Andor általános iskola tanulói színes karácsonyi előadással kedveskedtek. A műsorért Legyesbénye község önkormányzata ajándékkal készült számukra. Ezt követően a település egyházi képviselői emlékeztek meg az ünnep fontosságáról. Rácz Bertalan atya kiemelte, hogy nem sok van már hátra az adventi időszakból. Ez volt a leghosszabb advent, hiszen november 27 és december 25 között tartott ez az időszak, jövőre pedig a legrövidebb lesz, december 3-tól 24-ig fog tartani. A 4 vasárnapon gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, ezek a gyertyák emlékeztetnek minket az idő múlására, hiszen minél több ég, annál közelebb kerülünk a karácsony ünnepéhez, hangsúlyozta az atya. Estók István lelkész kiemelte, hogy ott van az igazi ünnep, ahol van közösség, család és együtt lehetünk. A lelkipásztor úgy véli, hogy Isten azt szeretné, hogy felkészülten álljunk mellé, mert ő vár minket, és szeretné, ha ez az ünnep velünk együtt valósulna meg. 2000 év távlatából már messze vagyunk az ő születéséhez, de akkor leszünk igazán közel az ünnephez, ha ezt tudjuk együtt egymással ünnepelni úgy, hogy velünk van az Isten szent lelke, hangsúlyozta Estók István. Újvári Marika karácsonyi ünnepi műsorát tekintették meg a jelenlévők. Legyesbénye község önkormányzata a résztvevőknek forró teával, süteménnyel és gyümölccsel kedveskedett.